Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az eredeti Fényzen templom egynapos zen Szeretnénk Szeretnék nektek beszélni egy kicsit valami olyan dologról, ami talán mindannyiunknak az életében már-már közhelyszerű kifejezés, méghozzá a karmáról. Szunimmal szoktunk beszélgetni, és épp az imént itt a rádiótelefonok kapcsán hogy nekünk még az a karma jutott, hogy megélhettük az életet vagy a világot offline üzemmódban is, és aztán online üzemmódban is. És lassan eljön egy generáció, aki már csak online ismeri ezt, neki más a karmája. De hogy is van ez a karma, hogy ez valamiféle fajta eleve elrendeltetett, útirány, amit végig kell járjunk, hogy ez egy determináló erő, ami előre ránk rót, valamiféle fajta szabályszerűség, tudok-e rajta változtatni, és az a kifejezés, hogy az én karmám, hogy vajon ténylegesen ez egy birtokviszony, vagy csak úgy mondjuk, hogy van ilyenem is. Aztán van még autóm, meg egyéb más dolgom is, ez van egy karmám is, és akkor ezt is föltehetjük így a, 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 dolgaink közé a polcra, és akkor néha levesszük, vagy nézegetjük egy kicsit, meditálunk egy kicsit, hát ha valami javul vele kapcsolatban, szép lesz, szép, fényesebb lesz, stb. Tehát mégis, hogy mi ez? Van valami fogalmatok róla? Valami kialakult már? Mert azt úgy, tükörfordításban el lehet olvasni általában a szanszkrit kifejezéseknek a fordításaként, hogy ugye alapjaiban cselekvést, vagy ok és okozat összefüggését jelenti, de már az is valamiféle fajta továbbvitele, tehát alapjaiban ugye történést vagy cselekvést jelent. De mi az, ami rejlik e mögött? Miért célunk az, hogy a karmánkat feloldjuk, vagy valamilyen formában megszabaduljunk tőle? miért jön szóba az, hogy elvágjuk a múlt kötelékeit, és hogy keveredik ide egyáltalán a meditáció. Van-e a karmának olyan része, ami tőlem függ, és van-e olyan része, ami abszolút nem függ tőlem? Vagyis ez a kettő, vajon milyen viszonyban van egymással? Ha azt mondom ki, hogy a karma ok és okozat, akkor ez jellemzően úgy tűnik, itt, a Föld nevezetű bolygón, itt Milky Way alsón, ez egy törvényszerűség, hogy teszünk dolgokat, teszünk másokkal dolgokat, mások tesznek velünk dolgokat. Tehát az a fajta megnyilvánulás, ami itt a fizikai síkon önmagunkból fakad, az alapjaiban már magával hozza azt, hogy bizonyos összefüggéseket megváltoztatunk, hogy hatást gyakorlunk a körülöttünk lévő térre, személyekre, az univerzumra, és a körülöttünk lévő tér, személyek és az univerzum pedig hatást gyakorolnak ránk. Ez az itt létünknek alapvető törvényszerűsége. Alapjaiban, hogyha onnan indulunk ki, hogy egy lélek megszületik a Földre, akkor az a forma, ahonnan érkezik, az úgy tűnik, hogy pont ettől nagyon más. Tehát, hogy itt minden cselekvésnek, minden döntésnek, minden egyes lépésünknek a Földön van valamiféle fajta ok- és okozati összefüggése. Ha a telefonomat kint felejtem bekapcsolva a folyosón, akkor lehet, hogy értek el menjek. Ha nem felejtem kint bekapcsolva, akkor nem kell értem ennyek. Tehát minden összefügg, és folyamatosan ok- és okozati jelenségeken keresztül tapasztaljuk a saját döntéseink következményét. Na most onnan indultunk ki, hogy mi az a karmában, ami, ami egyáltalán tőlünk függ. Ugye azt mondjuk, hogy hát olyan karmán van, valahogy meg kéne tőle szabadulni, mint hogyha ezt így kaptuk volna valamiféle fajta csomagban, ezzel érkeztünk, és akkor, és akkor ez van. És mindenkire valami rájutott. Na ez részben valamelyest így van. Tehát ténylegesen van valamilyen születési energiamennyiségünk, valamit hozunk magunkkal leszületésünkkor, ami bizonyos mértékben determinál bennünket. Tehát az, hogy milyen színű a szemed, azon nem tudsz változtatni. Az, hogy ezen belül mennyire vagy jó fej, azon igen. Tehát kimondható az, hogy van valami, van valamilyen mennyiségű determináló erő, amivel érkezem, ami megadja az alapokat. És a keleti filozófiák szerint ezek az alapok, ezek attól olyanok, ahogyan az előző életedet, vagy az előző kört éppen befejezted. Tehát, amilyen minőségekben léptél át egy újabb életbe, azokat a minőségeket hozod magaddal, amelyek valamilyen mértékig determinálják az indulási pontot. Igen, ám csak maga a változtatásra a lehetőség, tehát az, hogy a karmádon alakíts, az, hogy ezt a sorozatot, ezt a folyamatot valamilyen formában átalakíthatóvá ted, az viszont pontosan a leszületés alatt, tehát az életünk során hozható létre. Innentől kezd tulajdonképpen izgalmassá válni a téma, hogyan és miként tudok én a karmelmon alakítani. Na most mindannyian, ebből a hozott csomagból kiindulva, ebből a hozott alapenergiából kiindulva, hogy utaljak például a hagyományos kínai medicinára, ami azt mondja, hogy a legerősebb energia az a születési energia. A legjelentőségteljesebb energia, akkor inkább így fogalmazom a gyógyítás során. Utána jön a környezet, és csak utána jönnek az érzelmi energiák egyéb iránt. Tehát nagyon meghatározó, hogy mi az, amit hozol magaddal, ez kétségtelenül valamelyes determinált. Viszont az, hogy mit hozol létre az életed során, majd ebből, ez, mit tudsz ebből kihozni, na az már viszont nagyon rajtad múlik. Na most hogyan és miként alakul ki egyáltalán ez a karma? Ottól a pillanattól kezdve, hogy valaki megszületik, folyamatosan érik benyomások. És ezeket a benyomásokat szépen egy belső memóriába ha úgy tetszik, állandóan rögzítjük. Folyamatosan minden egyes élményünk eltárolásra kerül, és azok a tapasztalatok, amiket megél egy gyermek, aztán később a felnövekvő felnőtt arról, hogy milyen az, az a világ, amit ő megél, hogyan viszonyulnak hozzá az emberek, milyen emberi interakcióba kerül, milyen tapasztalatokat szerez be a világból, ezek mind-mind olyan lenyomatok formájában rögzül az saját belső világodban, amelyek aztán később a lélek számára útirány mutatók lesznek. Ugyanis ezekből a tapasztalatokból vonjuk le azokat a konzekvenciákat, hogy hogyan működik az élet a fizikai sík univerzumában. Valamilyen tapasztalatom van egy emberi interakcióról, akkor ezt a tapasztalatot aztán később hajlamos leszek rávetíteni későbbi más emberi interakciókra is. Érdekes, hogy ezt úgy teszi a tudat, hogy a múltból táplálkozva általánosító azonosságokat hoz létre a múlt és a jelen között. És itt van tulajdonképpen a titok. Itt van a kulcs elrejtve. Tehát történik velem valami a múltban, amiből megalkotok magamnak egy meggyőződést, egy hitrendszert, és később abból a múltbéli történésből kiindulva a jelenre és a jövőre rávetítem annak minőségét. Pedig lehet, hogy a jelen abszolút csak hasonlatos esetleg, de nem pont ugyanolyan. És itt hozom létre az világát. Azáltal, hogy a múlt tapasztalataiból leszűrt konzekvenciákon keresztül fölépítem magamnak a mája fájtlát, a hitrendszeremet, amit aztán később rávetitek, mint egy prekoncepciót az életem történéseire, és ezen prekoncepciók összességét megpróbálom visszaigazoltatni a jelenben. Lám, lám, megmondtam, igazam van. Már megint elhagytak, már megint tönkrement a vállalkozásom, már megint kitörtem a bokámat, és sorolhatnám. Ennek az a, az a természete, hogy nem csak egyszer történik meg egy ilyen jelenség az életünkben, hanem folyamatosan, ismétlődően. Tehát ha van egy tapasztalatunk a múltban, és aztán utána sikerül a prekoncepcióink által egy hasonló élethelyzetet létrehozni a jelenben, akkor egyre hajlamosabbak leszünk arra, hogy újból és újból ugyanazt a ciklust járjuk végig megint. Így aztán a saját múltbéli életeseményeinket, ha nem is teljesen azonosan, de hasonlatos módon képesek vagyunk multiplikálni. És már is létrehoztuk a karmát aminek ugyan van alapja, amely valamelyest mondjuk ki, hogy determinált, de én hozom létre abból az alapból, az összes többi történés által azt az illúziót, amit megpróbálok visszaigazoltatni a világból, és ezen keresztül hajlamos vagyok újból és újból hasonló játszmákat játszani. De most mikor lesz ez zavaró? Ha ezek a játszmák nem támogatják az életemet ha nem támogatják a szellemi fejlődésem, ha korlátozóak, ha sok szenvedést okoznak, ha fájdalommal járnak, sorolhatnám, akkor elkezd avarni. Egyébként, hogyha valami pozitív életeseményt multiplikálok az életembe, akkor ugye nem nagyon szoktuk észrevenni. Egyébként az is karma. Van erre egy jó pofa mondás, hogy nehezebb a jó karmától megszabadulni, mint a rossztól. Tehát, ha van szenvedés, ha van olyan karma, ami nem támogat, ami korlátozó, akkor nagy a késztető erő arra, hogy valamilyen úton, módon megszabaduljunk tőle. A jó karmától való megszabadulás nem olyan értelemben követendő, hogy le kell vetkőzzük magunkról a jó karmát is, meg a rosszat is, akkor mi marad? Akkor ott fogunk ülni valamiféle fajta karmátlanságban. Tehát nem tudunk a fizikai síkon karmátlanságban lenni, ez ilyen nem létezik, de a karma kézbevétele, tehát az, hogy azt mi tudjuk alakítani minél inkább, azaz minél inkább ténylegesen a sajátom legyen, a saját karmám, az viszont cél lehet. És az a kifejezés, hogy ilyen vagy olyan a karmám, nem tehetek róla, ilyen a karmám, ez attól a pillanattól kezdve lenne igazából releváns, ha a saját karmámat ténylegesen birtokolnám, ténylegesen kézben tartanám. Na most maga a meditáció, mint technika lehetőséget nyújt arra, hogy a saját karmámra, a saját ok-okozati ok összefüggéseimre, életem hasonló történéseire rá tudjak tekinteni, és megkapjam azt az objektív nézőpontot is, amelyik nem azonosul vele. Ugyanis a karma készbevétele és átalakítása attól függ, hogy mennyire tudok nem azonosulni a karmámmal. Ez nem azt jelenti, hogy amikor én mondjuk tanítónőként, vagy autószerelőként éppen a munkámat végzem, akkor ne legyek tanítónő, vagy ne legyek autószerelő, hanem üljek az autószerelő műhelybe, és azt mondjam, hogy hát én most egységben vagyok. A számlátot kell befizetni. Ez nem fog működni, kell tegyünk valamit, tehát, hogy ki kell áradjunk a világba, a cselekvések azok mindenképpen fontosak ahhoz, hogy az életünket fenntartsuk. Viszont legyen meg az a nézőpontunk is, ahol mindezzel egyszerre, amikor benne vagyunk, azonosulunk, tehát használjuk ezen szerep személyiségeinket, és egyszerre megvan az a nézőpontunk, hogy rá is tudunk tekinteni azokra objektíven, anélkül, hogy azokkal hamis az önazonosságban lennénk a hamis önazonosság valójában attól függ, hogy mennyi ez a bizonyos, nem kézbe vett prekoncepció az életünkbe. Mennyi olyan a múltból felbukkanó, determináló erővel találkozunk, amit nem mi irányítunk, hanem ami minket irányít. Mennyi az a, ha úgy tetszik, illúzió, amit a múltból hozunk, és lehet, hogy a múltban egyes eseményekben igaz volt. De a jelenben egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Mert lehet, hogy az a múltbéli esemény, hogy valakinek a szüleivel mondjuk nem volt jó a kapcsolata, az ott akkor abban a pillanatban igaz volt. De ez még nem feltételezné azt, hogy rossz párkapcsolatot is hoz létre az életébe. De mivel hozzuk magunkkal a múlt determináló erőit, ezeket a prekoncepciókat, és mivel a szülő-gyermek viszony, most csak egy példát mondok, és a párkapcsolati viszony hasonlatos az elme számára, mind a kettő intim kapcsolat. Ezért hajlamosak vagyunk annak a múltbéli intim kapcsolódásnak a minőségeit, érzelmi rezgés tartományait, a játszma formáit, a forgatókönyvét egész egyszerűen rávetíteni a jelenre, egy hasonló élethelyzetre, egy másik intim kapcsolatra. Mi köze van a kettőnek egymáshoz? Csak ez az önkéntelen összefüggés a kettő között, a kapocs. Semmi más. Az a múltban volt, és elmúlt. Ez pedig a jelentben van, és csak az, ami, illetve lenne az, ami. Ha nem vetítenénk rá valamit, ami átszínezi saját magunk számára a fű színét, az, hogy az csak pusztán zöld. De ha ráteszünk egy színszűrőt, és már azt mondjuk, hogy ez a fű nem csak pusztán zöld, hanem szerintem már le kellett volna nyírni, akkor onnantól kezdve elindul egy hasonló játszma, ami a múltban már megtörtént. És újra teremtjük magunknak, és azt a meggyőződést, azt az illúziót, ami a múltból származik, azáltal, hogy megpróbáljuk, és, vissza, és sikeresen vissza tudjuk igazoltatni a világból, hogy lám, lám, ez sem működik, azt újból megerősítjük. És ebben az újbóli megerősítésben még jobban megerősödik az a meggyőződésünk, hogy mi így működünk, és ezt képesek vagyunk ciklikusan, egymás után folyamatosan folytatni. Na most, amikor arról beszélünk, hogy elvágjuk a karmát, vagy feloldjuk azt, akkor arról beszélünk, hogy ezeket az összefüggéseket meglátjuk, kézbe vesszük, és felismerjük a múlt és a jelen közötti különbséget. Ezáltal jön létre a megkülönböztető tudat, amely képes megkülönböztetni azt, hogy valami történt velünk valamikor a múltban, amiből levontunk egy konzekvenciát, hogy a jelenre ez valójában érvényese. És maga a meditáció, Pontosan ennek a mechanizmusnak a fülöncsípésére való. Azáltal, hogy megtapasztaljuk saját magunkat, abban a minőségünkben, amikor csak tapasztaljuk azt, ami van, ezáltal szerteszünk arra a képességre, hogy önmagunkat ebben a nézőpontban is képesek legyünk szemlélni és megélni. Mindannyiunkban benne van egyébként ez a belső ösvény, mindannyian képesek vagyunk erre, minden ember képes az önvaló természetére. De lehet, hogy ez az ösvény, ami ide, ide vezet, ez lehet, hogy már régen volt bejárva. Ezért a kezünkbe kell venni egy macsétát, és el kell indulni az ösvényen, ki kell csapdosni a gazokat, hogy ez egy könnyen bejárható belső út legyen. Ebben segít a meditáció. És ha ez egy könnyen bejárható belső út lesz, akkor már az élet különböző helyzeteiben, ha úgy tetszik, éles helyzeteiben is, bele tudok kerülni abba a nézőpontba, hogy rá tudjak tekinteni arra, hogy mi az, ami történik igazán. Tehát ez egy bejárható, és nem kell hozzá semmilyen különleges képesség, és nem kell hozzá feltétlenül mindig folyamatosan újból és újból valamiféle fajta meditatív állapotba kerüljek. Az a gyakorlás, az az ösvény kiárása. De hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve én könnyedén tudok mozogni ezen nézőpontok között. És megvalósul az, hogy benne lehetek egy szerep személyiségbe úgy, hogy nem vagyok kénytelen a létemet, vagy az olyanságomat feltétlenül azzal azonosítani. A létem, ha úgy tetszik, az önazonosságom, az pusztán az önvaló nézőpontja, ami minden rárakódásoktól mentes, tiszta és tükörszerű. És amikor valamilyen kapcsolatot, valamilyen interakciót, valamilyen emberi Kapcsolódást hozok létre, akkor valamelyik szerep személyiségemmel teszem ezt. De ha ezt én objektíven látom, hogy ez hogy működik, akkor kézben tudom egyre inkább tartani a karmámat. Egy kicsit a meditációnak a hátteréről szerettem volna nektek ezzel beszélni, esetlegesen olyan jellegű félreértéseket eloszlatva, amik arra irányulnak, hogyha én mondjuk meditatív állapotban vagyok, az majd csak úgy pusztán, önmagamból fakadóan majd mindent meg fog oldani. Egyszer egy workshopot vezettem, ahol megfogalmaztuk azokat, hogy kinek milyen célja van az életében, mit szeretne elérni, stb. És volt valaki, aki ezt összeírta, és aztán mondta, hogy tulajdonképpen ez így megvan, úgyhogy most már semmit nem kell tennie, mert most már tudja, hogy mit merre, merre kell haladni az életében. Na, és ez az, ami óriási tévedés. Tehát ha megvan, hogy merre szeretnéd az életedet terelni, ha megvan a szándékvétel, ha megvan a helyes útirány, na onnantól kezdve kell csak igazán cselekedni. Ha ez nincs meg, akkor azt mondom, inkább egy kicsit ne cselekedj, akkor várj, mert nem fogsz hülyeséget csinálni. De ha megvan, hogy merre szeretnél menni, és ezt lerögzítetted, akkor onnantól kezdve ez nem fog magától megtörténni. Pusztán csak azért, mert én meditálok, ezért nem fognak csak magától a meditációtól változások beállni az életembe. A meditáció lehetőséget kínál arra, hogy valamire rátekintsek, hogy a karmámat kézbe vegyem. De ez csak akkor fog ténylegesen változást hozni az életembe, ha én magam elkezdek más döntéseket hozni, más cselekvéseket indítani, más módon élni az életemet. Tehát kevés csak, ha úgy tetszik gondolni rá, kevés csak időzni benne, ezt össze kell kötni egy más jellegű cselekvéssel is, azaz a saját karmám megváltoztatásával. Tehát a karmát, nem lehet nem cselekvéssel megváltoztatni. Lehet nem cselekvő meditációval rátekinteni. De cselekvéseken keresztül fog az életem megváltozni. Tehát senki ne számítson arra, hogy pusztán csak azért, mert meditál, magától meg fognak változni a dolgok. Nem, nem fognak. Bele kell tenned magad. A meditáció által Viszont megkaphatod azt a képességed, hogy beleted magad. Köszönöm.